A fejlesztés folyamatos a nyírtávhőnél. Az elmúlt években több helyen is kicserélték az elavult csöveket. Idén itt a Besenyei és Benczúr téren voltak jelentős munkálatok. Mára már szinte nyoma sincs a vezeték építésnek. A fejlesztő beruházás lezárult, így bővülhetett a távfűtéses intézmények köre Nyíregyházán, a Vasvári Pál és a Kölcsey Ferenc gimnázium mellett a József András Múzeum és a megyei levéltár is távhős lett. A projekt záró rendezvényén a Vasvári Pál gimnáziumban Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a fejlesztés előfeltétele volt két másik pályázatuknak. Az egyik az, amelyet öt intézményre adtunk be, három középiskola, egyik a Vasvári, két általános iskola energetikai felújítására, amit szeretnénk jövőre megkezdeni, jövő nyáron, nyilván a nyári szünidő alatt. A másik pedig a Besenyei és a Benczúr tér, a két park felújítása, amire a zöld, úgynevezett zöld város keretében adtunk be pályázatot. Ugye annak is előfeltétele az, hogy a föld alatti vezetékrendszer rendben legyen. Ezzel is volt fontos, és ezért is volt így ütemezve, hogy ezt most a nyáron, nyár végéig a nyírtávhő elvégezze. A beruházással a város távhőellátó rendszerének, valamint az erőművi berendezések kapacitás kihasználtsága is nő, így pedig csökken az üvegház hatású gáz kibocsátás. Ez a beruházás, ez egy környezetbarát belváros eredmény, ez azt jelenti, hogy károsanyag kibocsátás nincs, tehát a korábbi széndioxid kibocsátás itt megszűnik, amint mögöttem kémények látszik megszűnnek, itt távfűtési hőközpont kerül kialakításra, jó megtérülési idővel, és a legfontosabb még egyszer a környezetvédelem. Illetőleg az nyilván, hogy ezzel a beruházással a távfűtési rendszer hatásfoka is javul, hiszen nő a fogyasztói állomány. A 130 millió forintos beruházás a nyírtávhő lehetővé tette, hogy a közeljövőben az érkerti és további belvárosi intézmények is rákapcsolódjanak a környezetbarát távhős rendszerre.